bemutatta átfogó fejlesztési stratégiáját a Pécsi Tudományegyetem. Magyarország első egyetemének 2023 és 2030 közötti időszakra kitűzött céljai, hogy a jövőben regionális szinten vezető, országos szinten meghatározó, nemzetközi szinten mértékadó szereplővé váljon. Azt gondolom, hogy a mostani helyzetben, akkor, amikor nagyon komoly kitettsége van mindennek, itt többek között az egyetemnek és gazdálkodás fenntarthatóság közepette egy pandémia után, akkor bizony nagyon, nagyon logikus az a kérdés, hogy mit tudunk még mondani. Én azt gondolom, hogy a mostani stratégia arról szól, hogy rendszerezzük az eddigi elképzeléseinket, rendszerezzük ezeket a célokat, annak érdekében, hogy a jövőt minél hatékonyabban tudjuk szolgálni, mint egyetem is, itt a Dél-Dunántúli régióban is, és természetesen az egyetemi polgárok egyéni boldogulásában is. Mostani stratégiában az Universitas Quinquefeliz Alapítvány által kijelölt célok a mérvadóak, és ennek mentén tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy három olyan zászlós hajó területet tűzött ki az egyetem az elkövetkezendő 7 évre megvalósítandó célként, ami a mindennapokat érinti. Részben szól a fenntarthatóságról, ami mindenféleképpen azt is magában foglalja, hogy akár az okos környezetben való gondolkodás, megújuló energiáknak a kérdése egyre fontosabb számunkra. Szól másodszorban arról, hogy a biotechnológia a Pécsi Tudományegyetem számára mindig egy nagyon fontos szakmai tudásbázis volt, amin építkezhetett, és ezt úgy gondoljuk, hogy az elkövetkezendő időszakban is így lesz, és szól természetesen a korszakot leginkább átható adattudományi kérdésekről, hiszen a nagy adatmennyiség az megint csak azt lehet mondani, hogy mind szakmai, mind magánéleti területen mindannyiunk életének valamilyen mértékben a része, és hogy tudunk ezzel a nagy adatvagyonnal hasznosan és okosan bánni az elkövetkezendő időszakban. Az összes többi alappillér, ami ezt követően megjelenik, az mind-mind ezeket az ászlós hajó projektjeinket fogja majd támogatni, és bízunk abban, hogy egy rövidebb, hosszabb folyamat után, de minden egyetemi polgár látni fogja, hogy ennek értelme van, ennek értéke van, és a mindennapi munkáját is ennek szellemiségében tudhatja majd végezni.